Sziasztok, Márton vagyok, és hát akkor folytatjuk ott, ahol abba hagytuk az előző részben. És amit nem tudok elmondani, mi mindig vagyunk a házban, és már régek van, hogy nem menem, hogy a profi játékos lennék. Megpróbálom minden becsukni, mint hogyha nem tudom. Amúgy itt él bárki is rajtam kívül, mert semmi ember nem látok. Jó, hogy a rohadék erre ment el. Oké. Hát akkor utána kell menjek. Mert ez egy ritka amnézió játékban, hogy kint vagyok. Ja, várj! Aha! Ja, persze, mivel hülyeskedtem ott a szerepekkel, így hallottam, hogy ezek a kapuk nyílnak. Össze-vissza. De nem kell magam csukni az ajtót. Hát jó, megyek a dolgomra. Itt van a rejtélyes telefon, amúgy nem néz ki rosszul, nekem tetszik, hogy ott van a mikrofon, és itt hallod, hogy dumász felcsolatban, hogy ez nem privát beszélgetés. Amúgy miért néz ki egy arcot? De hát, nézd meg! Oh. Megnézzük a fura hangok. Tehát az a kettő csengő akar lenni. A szem lenni, a kalapács, a csengető, azon a szemöldök, ezen a szája, ez a kettő pedig csöcs. Oké, le van tudva. Amúgy itt volt bármi... Nem. Oké, minden felszedtem. Elvileg. I'm off the market. I will cry all the way home. I will have none. I will have none at all. Amúgy itt az inkorszín is tök jó munkát végez. De amúgy... Itt van bármi más? Mert a dokumentumok... Hát nem tudom mennyi van, nem fogom mindig felszínni szerintem, ezt amit ki fogok hagyni. Ez mind a véleményem múlik. Szóval itt van a helyek, ahol korábban jártam, de mi előre megyünk. Hú, elkapnám őket, csak olvasnom kell. Rejtés felfedezés. Fémkattogás hallatszik, ahogy kihűl és összezúzódik. Ez az a különös szerkezet, amelyről új barátom beszélt. Ha a gyermekeim felfedezték ezt a helyet, valószínűleg elindultak lefelé, örvendezve a felfedezésen. Jól van. Úgy tűnik az utam eldőlt. Megkezdődik a leereszkedés. Úgy van. Jaj, magamhoz kell nyitni. Tetszik, milyen sötét van. Hát rendben, ez eléggé késő játszó rész, 1899. Ez mi volt? Ami egy disznó elültette magát, és ez nekem nem tetszik. Van lehet, hogy ez adta ki hangot? Szerintem az a gömbre akar utalni. Az is kerek, meg kőből van. Amúgy szerintem ez adta ki a hangot, mert ez valójában nem is egy maszk, hanem egy GBL. Ja, JBL, bocsi, nem tudok angolul. Hagyja ki ez a GBL a JBL helyett. Itt le? Oké. Okay. Hui! Az árva szemben. Küld a csavargót. Mi? Küld a csavarfogót. Üsd az öreget. Egy hortoló gimbe őt belenyomjad. Aha, vagy gimbe, bocsi. Belenyomjad. Ha összezavarodott és csontjai haszveretlenek, elmélyük rá, mint poharakat. Emeljünk rá, mint poharakat. Kifagyott a játék? Ja, kifagyott. Jaj, nem, be tényleg. Jó, nem. Csak fura volt, hogy leállt a zene. Ja, tényleg nincs visszaút már. Beremegett a gép, az minden szétbaszott.
Ez nem ugyanaz a hordó, ahol azt a vegyületet kevertem össze, hogy felrobbantsam a sziklákat az előző játékból? Patkányok. Június 3. Most már értem, hogy a kosztól való félelmem abból a betegségből ered, amit a dzsungelbeli elveszett templomok megmászásakor szedtem össze. Olyan, mintha azok a tiszta emberiség szenttől mentes helyek bevésültek volna a lelkembe, és érzékenyítették arra, ami itt van. Tettek arra, ami itt van, oké? A félelem az, ami mindannyiunkat a helyén tart, és a hústól való félelem, a hús tönkretétele a legnagyobb mind közül. Rossz vagyok tőle, összetörtem. De olyan gépeket fogok építeni, amelyek megfékezik ezt a járványt, és mindannyiunkat meggyógyítanak. Az új évszázad közeleg. Most mi van esetben fogalni, hogy mi van itt? Szöveggyed és Márton. Oké, okay, szóval... ott volt a templomokban, valószínűleg a dzsungel, meg templomok, valószínűleg az azték templomok, lehet, hogy annak a makettját, makatja erre akar utalni, és hát... Mi van? Tehát olyan tiszta az emberiség szennytől mentes helyek, belvésődtek olyan lelkembe, és... Ja, ha értem, tehát az ottani tisztaság és részletesség, meg természetesség az így egynegyedette őt az emberi civilizációtól. Aha, mindannyiunk a fél... Igen... A hústól való félelem, a hús tönkretétele a legnagyobb mind közül. Mi a főszereplő vegán akar lenni? Nem á. És valamit összetört. Jó. Összetört a gömböt? Nehogy. Na jó van, valamit nagyon tervezget a csávó. Nem vagyok buta, azt hiszem. Csapdába esve? Vajon csak átverés volt? Az a hang a telefonban, ami annyira hasonló az enyéméhez, ami olyan jól ismer engem, csak saját aljas céljaival vezet engem? De van más választásom. Bár indítéka ismeretlennek számomra, meg kell találnom a filmet. Akár a föld középpontjáig is követtem a gépezetet. Ha ez az út viszel Edwinhez és Enokhoz. Enok. Jó, valami Enkokot akartam mondani. Hey cock! Could you help me please? Na mindegy. What do you need me to do? How can I find them? Always deeper, Mantis. Through the piston room and into the tunnels. Then find the bilge and flush the rotten water. I will help you where I can. But you must be swift, my little friend. Jó, a kapcsoló az meg van animálva, hogy lemegy, felmegy, felmegy. Szóval, ja, csak mélyre. Ó, ez itt mi? Ezt magammal viszem. Valami meg van hibásodva. Nagy bajok vannak ám. Hordó. Oké, okay, kaptam egy szabad utat. Hé, hey, látlak ám! Ez most egy gyerek volt? Szerintem az, amely ilyen piros ruhája volt. És miért robbantál vérré? Úgy szóval főszerűen halucinál. Ah, itt vagy. Be tudom úgy rakni, hogy... Jó, mindenképpen ki kell vennem. Erre járt a szabotőr. Ja, az egy jó játék. Érdekes. A kapuk túl nehezek, hogy egy ember megmozdítsa, ehelyett egy csőre tekert lánc emeli a magasba, amelyet látszólag ezekhez az elektromos kapcsolókhoz kötött motorok forgatnak. Mivel kiégett a biztosíték, a motor nem forog, így a kapu áthatolhatatlan alkatályként állítja el az utat. Na, nem tudom meglökni. Ha én nagyon kukatoskodok, kukacoskodni akarok, akkor szerintem, hogyha ide ránézek el a cuccra és bemozítom az ujjammal, akkor ki tudom emelni. Lágás, Dene és milyen erős hordottak a sziklákat, hogy elvitte. Na mindegy.
Jó, itt valamit keresnem kéne. Ezen kívül nagyon más nem. Ja, még ez se. Aha. Oké, ez itt teljesen lent van. Már csak a hordókat kéne elvinnem az útból szerintem. Itt szépen le. Wretched soul, I am given birth to nothing but machinery. Okay, szóval gép, tehát most mi van, tehát ott volt Mexikóban, vagy hol? Valahol Dél-Amerikában? Mert ott voltak azt mondom, az azték piramisok, és vagy az aztékoknak az ősfeje. És hát most mi az már? Visszajött onnét, mert annyira inspiráló számomra a hely. Megutáld az embereket, és most izé-bizé. Megfogta az otthoni gömböt, aztán most így nagyon ellenszemesed az emberekkel. Ezt ideig cipeltem, komolyan! Jó, szóval azt kívül, hogy a főszereplőnek bajai vannak. Szerintem jobban, nem tudom jobban körbeírni. Csak nagy tüsszentsek. Jajjaj, nem akkor tüsszentem, akkor az írrép lenne. Jó, itt több dolgot nem tudok csinálni elvileg. Szóval csak futok le. Gondok nélkül. Ez mi? Mi kezdek a gébe? Miért csinálok ilyen nagy zajt? Ez irritáló! Erre nem megyek, mert nincs is semmi. Erre nem megyek, mert nincs is semmi. Mit csináltál? Ezek hangok olyan biztatóak. Egy ölt elektromos szabotás. Egy újabb nyavajás kapcsoló szekrény. Ez a fickó igen alapos szabadtör, igazi, kicsi, igaz, kicsit ismérni önmagát. A hordóból jövő bűz elég nyugtalanító. Nagyon remélem, hogy bármi is legyen az üzemen tárolt vegyszer, nincs köze a gyermekeimet fenyegető árvízhez. Egyetemű az út. Úgy lesz ki, hogy ez a vegyi feldolgozó csak egy része a sokkal nagyobb komplexumnak. Nem lesz így egyszerű az utam. Visz tovább a hív, követtem a gyermekeim hívását, akármerre is vezessenek. Ahogy tovább haladok ebben a különös birodalomban. Vezessenek, igen? Jó. Különös birodalomban. Erre mi lehet? Aha. Itt egy papírusz. Augusztus 19. Von Reichenbach az utódikus erőről írt. Ódikus erőről. Jó. Miközben sarlatán... Mi ez? Blastowski lélekről elmérkedik, mindketten kretének.
azt gondolják, hogy egy ilyen magasságokba juthat anélkül, hogy ne kellene először hányáson beleken és egy rakás csonton átgázolnia. Moctezuma bölcsebb volt, azt sem tudom, mik ezek a nevek. De itt, acéltemplomaimban láttam egy ember levágott fejét, aki nem sokkal azelőtt elszabadult vagon gázolt el. Ahogyan a Brennenburgi vegyület oldatába átmerülve kinyitja szemeit, és azt olítja, hol vannak a lábaim, uram? Hová jött a testem? Áttörjük a halál korlátjait. Ó, drága Lidim, nekem már túl késő, de megígérem, gyermekeimmel megmentem a haláltól, és ha kell, visszahozom őket a sötétségből ezzel a csodálatos készítménnyel. Aha, a Brennenburg vegyület. Tudjátok, hogy Agrippát is megitattuk, és a fejét levágtuk. Ha az ajkai meglettek volna, akkor tudott volna beszélni. Hát basszus, ennek a csávon milyen ereje van már? Tesa! Csak beszélni akarok! Gyer vissza, te bányarim! Jaj, emberek, én fáradt vagyok egy kicsit már most. Na jól van, szóval... levágták az ember, leesett a csávonnak a feje, aztán a vonat által és... És mi az már? Gyere vissza! Csak beszél akarok veled! Mindig eltűnik. Gyere vissza, te gyerek! Felrobban. Felrobbannak a gyerekeim, hát véres volt a modell. Ugye a practical effect. Mi az már? Azért akartam mondani ez a levág a fejes dolgot, meg a Brennenburg vegyülete, mert erről eszembe jutott a Futuramából a Nixon elnök, hogy ő is egy ilyen fejtartályban volt, aztán képes ott dumálni, úgyhogy nem volt üdeje se. Mert az alapvető dolog a kommunikációhoz, azt hiszem. Kaptam valami új dolgot? Nem? Ja, itt sincs semmi friss. Ez most mi? Jó. Mi? Hogy? Ja, hogy értem, hogyha valami dokumentum ráhúzom az egeret, és görgetek a görgök, ugyanúgy megnyitja. Ennyi? Itt a dolg nincsen már. I told you he'd come. Extraordinary. Quite extraordinary. And you built it all. Good God, man. You have been busy. It is wonderful how tragedy focuses the mind. What else was I to do? Fall into grief, pine and fade in my hopelessness? Why not then simply die in that jungle amongst those dead temples? Okay. Amúgy az a furcsa, amikor ezeket a fonográfokat hallgatom, hiába nézek odébb, nem úgy érzik el, hogy játék, mint hogyha itt lenne. Tehát, hogy az egész így lejátszódik, mint valami belső monológ, de nem a hang forrásából. Mert hogy ez két kilométeres tudnám hallani kristálytisztán. Most ez így valami Fallout Shelter, mert nagyon arra hasonlít. Na. Oké, okay, tisztító gáz, tiszta mi az már nem Fallout, hanem Outlast. Aha, most ment fel a feszültség, aztán ki is engedem. Ki is nyitom magam. Jó. Miért van ez a hülye festmény? Ez mi? Jaj, egy hegyi kecske. Itt nincs semmi dokumentum. Biztos, hogy nincs semmi. Kár érte. Én nem akartam arra kimenni. Szerintem lett volna felfedezni való. Nem tudom visszafordulni. A nyaklánc, a nyak, a hurok. Oké. Okay. Az ablakból majdnem ellátott a kikötőig. Ahol még mindig hajszálakat húzottak a rácsokból.
Ja, húzkodtak, igen. Isten tudja, mi történt, mondta az újsághordó. Újságkihordó. Gyilkosságról beszélnek. Szóval nem fog betölteni a következő... Nem fogom már visszafele menni, mert én úgy volt egy ajtó, amit mennyi nézhettem volna. Hát, ez kellemetlen. No, na jó van. Ó, hívást már megint. Hívnak DC-n. A gyár irodái. Bár minden jel arra utal, hogy sokan dolgoznak itt, még nincs nyoma életnek. Olyan, mintha valaki gondosan megpróbálta volna egy gyárkomplexum látszatát kelteni, de alaposan megvizsgáljuk a homlokzatot, látszik, hogy hamis az egész. Félre kell tennem az aggodalmaimat. Csillapítani a gyomorgörcsöt okozó gyötrelmeket, és folytatom kell az utat. This place kinda sus. Tudom, ezt már nem kell mondom 22-ben, mert már nem vicces. A karakter nem beszél gyakran, de legalább dumál! Na úgy, mint Danny, aki csak így tök csendesen megy. És efelé csak akkor beszél, amikor a papírjait olvassa. A Wilfura Mendes nem olvas fel a szövegét hangosan. Ijesztő zene. Ez milyen nyelven énekli? Olasz? Május 1-e. És mi van, ha fel tudnak egyenesedni és járni? Ahogyan az ember? Mi van, ha kihasználjuk az állatokat? Énekelnének, megtalálnának a saját istenüket. Láttam már ilyet, és most megmondom neked, hogy nem. Nem fognak. De boldogan hűséggel fogadnak, és fogadnak egy istennek, aki lögdösi őket, és imádják. Arra jutottam, hogy ebben nem különböznek a tömegtől. Na és hasonlítanak ránk. Amint ezt a megmásítatlan küszöböt átlépjük, rájuk kis békjó lesz, és meg kell szabadulnunk. Az ember megszabadításához pedig leakasztjuk, lekaszaboljuk az embert. Oké. Ahogy ezt a nagy evolúciós vonat átlépjük, először fel kell festeni azt. Biblia. Hallod, mert olvassál már Bibliát, szerintem most sejtene neked ebben a helyzetben, még ott is egy nagyon apró szívecske, ha jól látom ott a zikonnál. Közben ijesztő opera szól. Mit akarok már? Most ez a diszóembers dolog az emberre gyűlölete miatt alakult ki. Mert elég fura terményeket látunk elfeljárkálni. De hülye dolgok össze-össze járkálnak. És kiszart a plafonra. Most komolyan kiszart ide. Véreset fosottata fel. Mindenhova! Jézusom. Közben van az a hülye festmény. augusztus 22. Amerikában arról beszélnek, hogy a városokat az ég építik. Számomra ez ostobaságnak tűnik, de lehet, hogy csak amiatt van, hogy azt a nemzetet saját történelem nélkül alapították. A mi történelmünkön sétálunk. Bele a sűrít, bele van sűrítve az agyagos földbe a lábunk alatt. Az alkalmazkodott mérnökeink beszéltek erről, ilyen szavakat basszus, hogy a föld alatti építésekor milyen sok régebbi alagút elágazással találkoztak. Milyen paloták vannak alánk temetve. Ásunk és ásunk, feltárjuk és újra kisajátítjuk, amit találunk. Az építészem szerint a bolygó közepén van egy nagy vasgolyó. Az a világ tojása.
Ha-ha-ha-ha! Szerintem az utása kell lenni ez nyilvánvalóan az emberi kísérletekre akar utalni. A betont az egész testemmel, de csak azért, mert a szemben meg az állkapott csak azok fizikai interakcióban tudna lét a karakterrel. Csak azt akartam mondani, hogy... ez szerintem arra akar utalni, hogy az első játékvannunk Alexandernek az irodában vagyunk, aztán a koponyák kiesnek. Meg a csontvázak, csak az meg innen esik ki, az tisztán ugyanaz. Szóval, ja, utaljáték a régebbi címekre. De nem nevezem folytatásnak. Toalett. Ó, van teli hal, ez mondjuk jól néz ki így. Október 11. A vegyipar legújabb vívmányait alkalmazzuk egy kevés ópium oldat. Származékot teszünk a táplálékba, hogy pompítsuk a terméket, még mielőtt megkezdődne a folyamat. Ez azt jelenti, hogy amikor a ketrezből odahúzzuk őket a gépsorhoz, sokkal kevésbé valószínű, hogy pánikolnak. Kárt tesznek a gép alkatrészében, más termékekben, nagy, vagy önmagukban. Termékek? Most a disznóembereknek ugyanolyan, hogy termékek? A szalag ezen része gumiborítású és jól megvilágított, hogy fenntartsa a jó kedvet. Valamint arra is rájöttünk, hogy ha megfelelő helyekre gramfonokat helyezünk és egyszerű akusztikus erősítőcsöveket teszünk a gépsor köré, akkor a zene segítségével tovább nyújthatjuk a terméket. Azt vettük észre, hogy Debussy különösen hatékony erre a célra. Szóval gépekkel tömegtele a diszlembereket, és ez mi a pszichológiai hatás, gyakorol rajtuk a zene? Ja, ez ember nem normális. Ugyanolyan sok ember bántott, meg ölt meg, mint Daniel Alexanderral. Nagyon biztató. És most halott disznókból csinálják meg a disznó embert. Ez most hogy van? Ránézek, a mértékmutató az így, ha így nézek, akkor látszik, hogyha így ráfokozok, hogy fekete lesz. Figyelem! Üzemanyag töltő, könnyen párolgó vegyszerek használata, marró anyagok, viseljen védőfelszerelést. Üzemanyag töltőállomás. Valamiféle üzemanyag töltőállomásra tűnik. Láttam már autókat, Jaram és Simon urak üzemében, de egy egészen más szagot érezni, ez nem kőolaj, ebben biztos vagyok. Minden arra utal, hogy ez a gép valami más módon különleges. Ez magától mozdult meg. Ez magától mozog. Ez még él. Ez a dög még él. Na ez creepy, ezt nem is vettem észre. Minden más adott zárva van. Aha. Na, ja, nem. Mekkora szöveg, tehát 99. Azt mondják, képzel egy gépet, ami egy nap úgy gondolkozik, mint egy ember. Ja. Mintha ez olyan jó lenne. Van, aki majdhogy nem dicsekszik azzal, hogy olyan ember teremtett, ami úgy szaporodik, mint a disznók. A férfiak és a nők négy kézláb össze-vissza bőgnek, kilelve mocskos kis magjaikat az utcákra. A sikátorokban és a csatornákban szabadon áramlik a közösülésük terméke. A levegő sűrű nyugdőlécseiktől...
A testek tele vannak saját nedveikkel. Olyan világot alkotunk, ahol az ember annyira közönségesé vált, hogy a magjait minden mellette elhaladóra szórja. Ez nyilván tudom, mire akar utalni. És mégis ez az állapot, amire a Babbage vágyakozott. Nem, ez nem az a gép, amit keresünk. Az ilyen lény nem kevesebb, mint egy istenség, amely előtt térevalónak és imádnák. Nem. A veszekedéshez és a gyülekküldéshez isteneket kreálunk. Azért létezzenek, hogy megtisztítsák a világot és megszabadítsanak minket. Elutasítom Babbage gondolatait és elutasítom a kormány emberét is. Hagyjuk a malacokat párosulni a csatornákban, amíg lehet, hogy aztán hamarosan kikaparhassuk őket és megkönnyítsük a felemelkedésüket. Ja, szerintem is az istenek azt kéne képviselni, hogy ilyen felsőbbrendű faj, akik az embereken segítenek és gyógyítják őket, meg az emberi természetet és világot. És nem kéne egy embert szentesíteni, vagy valami személyt kitalálni, ami az emberi büntetteket akar csak szimbolizálásjel képesíteni. Mi az már ember? Szóval a diszogóz, meg a állatokhoz viszintotta Mendus a modern emberek viselkedését. Hát, ja, van egy-kettő olyan ember, akik tényleg egy az állatnál és alacsony vagy azon a szinten vannak, de nem tudnak többek lenni annál ilyen ösztönlények. Csak hát elég durván ezt leírta. Amúgy, ja, ezek a teorodók tök jól néznek ki, tök dizájnos. Ja, kérdés olvasnom kell. Szent parancsnok! Ez a templom összekötődésben áll a gyárral, de fura, minden esetre a töltőállomáson lévő zárt ajtókat látva ez azt jelenteti, hogy más út is van az üzem központjába. A terrorató elállja az utamat, mint a szabadtőr tudta volna, hogy ez is megfordulhat a fejemben alternatív bejáratként. Szállítási üzemterv vagy ütemterv. Hogy a pokolba tartsuk be az elkozott ütemezést, ha még az alapvető felszerelésem úgy működik, ahogyan kellene? Ezek az átkozott terrorautók csak a töredékét teszik meg a rohadt benzin kifogyásáig annak a távolságnak, amit az öreg Gebén megtett annó. Az öreg azt mondja, hogy ez rendben van, és hogy egy csomó kút van a gyáron kívül, ahol feltöltetik őket. De aztán mindig az van, hogy visszaed a kannát a terrorautóról a legközelebbi kúthoz, aztán ami a raktárban van, az megint üres. Nem csavarhatom tovább az egész nap azt a kurblit, hogy aztán kiderüljön, hogy az üres tartály már megint üres. Ezt muszáj improvizálva mondanom. Na mindegy, elég volt mára. Megyek aludni. Amúgy sem akar senki se az átkozott temetőbe menni. Harry, ha megkapod az üzenetet, találkozunk a Damson Templarban egy korsóra. Szóval akkor fel kell töltenem ezt a kocsit, mert nincs benne semmi. Come on, Papa. Let's climb this one. I can see more pictures at the top. Szóval ez a templom, ez a pár kémény. Hogy ez? Ja, igen, még a harang is szól. Itt van valami amúgy? Nem igazán. Ott is van egy kocsi. Kajabb lehet, hogy nem, mint autóvezet, miért adnám. Ott egy szem. Te meg mit csinálsz ott? Hali? Tesa? Mi? És miért... Mindegy, ezek a szalag anya hülyén néznek, hogy nincs a duvér textúra. És itt van a gép. Nem tudom, az a kettő lámpa úgy világ, hogy valami hatalmas lénynek a szemei lenne, és figyelnének, hogy hello! Mit csinálsz te itt? Ez nem a te területed, légy, hogy távozzon. Ezek zárva van. És akkor itt van ez a tartály, amit megfogtam, és már kaptam hozzá napló bejegyzést. Egy furcsa tároló. A doboz talán a korábban látott üzemek töltőhöz illeszkedhet.
és ugyanolyan istentelenül bűnös szaga van ennek is. Nem gondolok arra, ami a ketrezben elrohant mellettem, de nem nézek be újra abba a sötét gépterembe. Sokkal sürgetőbb feladat áll előttem, és talán a lehetőség, hogy bejussak a Saint Dunstan templomba. Szóval ezt fel kell töltenem, mert volt rá panasz. Vagy van rá igény. Mivel nem kell messzire mennem. Nem tetszik ez a kopogás. Oké. Jó, azért a játék ma ugyan tud creepy lenni. Na jó, nézd le. Gyors menekülés. Hát, az. Milyen jónak és szentnek drága ura? Mi? Minden jónak és szentnek drága ura? El kell menekülnöm. Megragadom a tartet a bűtös tartalmával együtt, és elrohan innen. Miért az a lény? Az a majdnem ember visszatér. A templom felé indulok. Egy ilyen istentelen teremtmény biztosan nem tud követni a felszentelt helyre. This way, Papa. Come and see. Will it hatch? Can we take it home? Yes, my darling. Of course we can take it home. Nem már. Oké, szóval itt van a hibrid, meg az alapanyag, és egy helyen. Tehát dolgok disznóval összeraktak egy disznó embert. Ezt muszáj kimondanom. Ja, amúgy disznó embert, és hát fogtak emberek, és nem akarom tudni, hogyan jöttek létre ezek. Miért kell ezen érdeklődnöm? Miért csak ez a játékkal? Sötétben. Na oké, szerintem, hogy a Darizentet is, ha a fülhallgató játszott volna, sok ijesztőbb lenne. De mindegy, ez így jó. Most én mit járkálok? Nincs is semmi. Arra gondolok, hogy a Lilinek a sírhelyemet állható-e. Talán ez az, ez a hóvirág. Vagy ez nyilván. Na, gyors, menjünk, mennyi az idő. Így röpül az idő? Alig haltok valamint ezekkel a videókkal. Lehet, hogy ez hosszabb végjátszás lesz. Jószágok és bibliák. Lili táncol. Lili az asztalon táncol. Szemei lángolnak. A férfi szívébe égett ez a szerelem. Szívét felsérítette a szerelem és a szerelmi táncának heve. És akkor így néz ki a templom? Nem, szerintem nem a templom, csak egy koncepciós rajz. És olyan nyugtató egy háttérzaj. Nagyon nyugtató. A Saint Dunstan templomban. Itt ülünk. Emlékszem, itt ültünk feketébe öltözve. Gyászoltunk és imádkoztunk, fejünkkel lehajtva. Mennyire gyűlöltem akkor Istent, mennyire elutasítottam őt. Ha ilyen a mi úrunk, ilyen disznó, hogy elrabolja tőlem feleségemet, akkor nem kell az ölelése. Új Isten faragok mindannyiunknak. Mekkora ültség ez, mekkora bolond voltam, ha megmarad, ha maradt volna bennem ebből az Isten káromló dühömségemből, jó van, végem lenne. De még itt is érzem a gép lütetését a járda közvetlen, mi a járda közvete alatt, és tudom, hogy vár az uta.
ezt nem tudok én, mert zárva van, ahogyan ez is. Ez amúgy a fekete sólyomrend, vagy sasrend? Akkor maradj úgy. Nem tudom, nekem az ugrott be az Alexander Brandenburg kastélya miatt. November 23. Két gyertya, amely a központi szent akarata szerint hajlik, és fényet a kápolna sarkaiba vetíti. Azt hittem Jeremiah atya, atyára rábízhattam ezt a titkot, de ő is csak olyan, mint a többi. Így az öreg pap odament a ketrecekhez nyájával, és azt mondta, be fog lépni a világunkba velünk, és hát egy igazi pásztor volt. Ja, vezette a népet. Na. Aha, látom, van itt valami. Your faith shackles your vision, Professor. It is an iron coffin that keeps you from grasping the future. We require a new deity, one of steam and the wheel of magnetism and progress. The old god is nothing more than a lamed hog, spitting back offal at mankind. Valláskritika? Helyes, ami nem tudom mondani ezekről a képekről. Ez Bábel tornya? Na, legalább valami bibliai referencia. Egy bibliai helyen, nem tudom, hogy fogalmazzak, az kapcsolódó helyhez. Ez most mit akar szimbolizálni? Szerintem az ott mi vagyunk, az a pár utc ember, ugye nevezzem. Mert disznók, meg gépek, ezek mind hozzánk kötődnek. Kilépték a disznónak a szívét, és ott emeljük a magasságba, és a gép az összetart mindenkit. Egy titokzatos nyom. Valamiféle szerkezet, titkos és pokoli, annyi szent. Egyértelműen a hiányzó gyertyát tartó a válasz. De miért? Nem értem. Miért rejtene titkos gépeket az imahelyre? Vagy egy imahelyre? És hol vannak a hívek? Mindezek a nyomok az oltárán, mintha valaki elhúztak volna onnan? Ó, ez ennek kurva jó. Kis emlékezett arra a jelenetre a keresztapában, mikor megszentelik az új családtagot, azt a babát megkeresztelik, és hát szerintem ezt mondom az előbb is, nem tudom már. És hát ott is hasonló zene szólt, csak ott a keresztapának a betét dala. Összül valaki meghalt. Jeremiah atya naplója, 99. október 1-e. Már ők is sellegnek hoznánk. Mi? Már ők is sereggelnek hozzánk. Míg régebben nekem kellett közéjük járnom, hogy megváltást hozzak az életükbe, most télen a meleg vonzására és Mendes útról kapott ételek miatt a templomom tele van, és oltalmazottaim megmenekültek. Ők is közöttük jár a majdhogy nem istenítik. Nem fogja engedni nekik, hogy a gyárában dolgozzanak, mert azt állítja, hogy a munkásai külön képzést kaptak az általa használt új gépekhez, és felelőtlenség, sőt, etikálon lenne, hogy ilyen becses életeket kockáztasson, amiket lát.
Itt most arra utal, hogy a embermunkások helyett a disznókat használja, és nehogy a disznók megöljék az embereket? Mexikó megváltoztatta őt, dicséretes, hogy ilyen megdöbbentő tragédiával szembenézze a beteg ágya börtönéből az egyik legnagyszerűbb és legjótékonyabb szervezetet irányítja egész Londonban. Nem megelégedve azzal, hogy az országvezető élelmiszergyártó cége az övé. Jó akaratból ételt és italt oszt a szegényeknek, ők pedig hálával gyűlnek össze királysága körül. Arra nem tudok benézni esetleg? Szerintem nincs semmi. Lefébb azt, hogy majd itt kisétálok. Ne, ne a pofámban nyom bele. Amíg is olyan az egész, hogy vöröses lenne, mint hogyha a sötétség itt lenne, de miért beszélek róla? Ebben játéval úgysem fog szerepelni. Bruszkál a gömbet csak megérintettük, nem vittük magunkba, vagy nem tört össze. Jó, én hülye, mit csinálok? Pokoli gépezet. A motor beindul, a lángok felcsapnak. Halmag gőzt a falakban, érzem a vibrációt a levegőben. A szívem kihagy. Ahogy a kar meghúzásra készül, felfedezem a sötét szerkezet működését. De a gyermekeim hívnak, és nem hagyhatom cserbe őket. Tiszteles, mint a Medav Hunter OLED azokban, amikor Manonnak a ellenállását, vagy a felhorizálását megtaláljuk. Egy pokoli kapu. Úgy tűnik, hogy nincs más választásom. Így hát alászállok. Isten kegyelmezze lelkemnek. Ha ez az én Bedlam emegyújnézetem, és bevisznek. Mi Matthews a fiaim kedvéért vállalom a kényszerzubbonyt, és szembenézek az oldal alatt lapuló szörnyűségekkel. Ez mi volt? Ja, hogy lezárult? Ó, hát ez nyugtató. És szinte semmi nem lehet látni. Ez nem a Dark Descentből volt? Meg ezek a dobozok? Hát jó, hát nyilvánvalóan, hát 19. század. Mi ez a hang itt? Rovarok? Dög legyek? Listen, Papa. Hold the egg to your ear. You can hear the sea. Pislákol a lámpánk. Ez sok jól nem utalhat. Utolsó gondolatok. Milyen exhumálás ez? Milyen rothadt gyümölcsös? Gyümölcs? Milyen összefoldozott részek? Kérlem, hogy valaha megtalálnának engem, de azért hátrahagyom neked ezt a bűzlő, félhomályban lekapar jegyzetet, miközben hóhérom lent csoszog. Raptársaim sírnak és sikotoznak, mi? Sikítoznak a szürkeségben. Én pedig várom, hogy kopogjanak a kertet szemen, ami azt jelzi, végre én vagyok a soros, hogy megkezdjem utamat a sötétségbe. Itt más is volt. Ez most hogy beszél? Ez latinul? Ez most a pap akar lenni? Fogd el,
They will perish. Nem tudom kiengedni a csávót. Csak ezt kicsóhoz, aztán leemelem, aztán... Nem tudom, vagyok szépen most zárod, de most olyan... Elbesítsen ez nakatolva. Tehát ha nem tudnak kimászni. Rolatérben, tehát csávó van bent. Meg te is. Nem tudod neki vagy kopogni? Így játszodik a cellákkal. Te itt hátul. Vagy te. Itt lélegzik, meg horkol. Vagy mi ők a kísérlet alanyok, akikből majd disznombet csinálok? Vagy csináltam volna? Hát ez ijesztő. Hát jó. Akkor azért most fog jönni az első interakcióm a szörnyel. Maga az ambienz olyan, hogy tetszik nekem. De akkor megpróbálok elbújni. Ha szörnyre kerülne sor. Elég klaustrofób hely, azt elmondhatom. Azon sokan nem tudom mondani erre az egészről. Szerintem az a része, hogy csemben maradok, aztán remélem, nem fog elkapni a rohadék. Nem tudok esetleg hátrább menni. Azt hiszem ez a maximum. Hamül lépked. Lehet is, hogy fog hallani, hogy olyan zúg a mikrofonom. Dögött ballag. Majdnem négy kézláb. Jó. Csak röfögjél, de ne jövőm interakcióba, oké? Okay? Jó van, akkor ez az első ilyen encounter az ellenféllel, úgyhogy megölhetett volna, de nem éltem a lehetőséggel. Szítsuk fel a tüzet! Fogaskerekeket rángatva beletüsszentett a zsebkendőjébe, amikor a por belement a szemébe. Egyre gyorsabban változom. Így vélekedett. Vélekedett. Amúgy mióta megy ez a felvétel, az is meg kell néznem, hogyha betöltődik itt a kép. Szerintem ez hosszabb, mint az előző videó. Jó zene. Ah, ja, oké, akkor meg fogom folytatni, addig is sziasztok!